Már rögtön tanítok is nektek valamit, hogy ha csináltok egy webináriumot, és azt fel akarjátok venni, akkor a prezentációban magába tegyétek bele azt, hogy felvétel készül. Ezt azért, mert um, én nagyon sok webináriumot csináltam, és többször előfordult, hogy egyszerűen elfelejtettem elindítani a felvételt az elején, annyira be beleelkesültem, hogy elkezdtem mondani a szövegemet, és... Um, és ugye megígértem, hogy a webináriumnak felvétel fog készülni, és öt kellemetlen volt, hogy nem készült el a felvétel, ezért beleraktam a prezentációba azt, hogy felvétel készül, és akkor gyakorlatilag ezzel rögtön eszembe, jut, hogy oké, okay, akkor most el kell indítani a felvételt. Jó, akkor nézzük meg azt, hogy hogyan lehet maximálni, maximalizálni a profitot webináriumokkal. Jó, um, az a célom a mai webináriummal, hogy azt a legjelenleg leghatékonyabb online értékesítési módszert az bemutassam nektek. És um, persze, akkor érdemes megválaszolni azt hogy miért pont ez a leghatékonyabb. Nézzük meg, hogy egy webináriummal mit tudsz villámgyorsan elérni. Tehát egy webináriummal nagyon-nagyon gyorsan tudsz bizalmat építeni. Ugye ott vagy a képernyőn, látják, hogy ott van egy ember, látják az arcát, látják, hogy hogyan beszél rögtön kapcsolatot tudsz létesíteni a közönséggel, oda-vissza kérdezni tudnak tőled, meg tudod válaszolni a kérdéseiket. És nagyon gyorsan megy a bizalomépítés. Ugye még egy más online marketing téren például, hogyha mondjuk írsz egy blogcikket, vagy kiraksz Facebook posztokat, stb. stb. Ott ugyanezt az eredményt nem tudod ilyen gyorsan elérni. Egy webináriummal, vagy akár videókkal is sokkal-sokkal gyorsabban fel tudod építeni a bizalmat. Aztán ugye azonnal tudsz értékesíteni, hogyha van ugye online marketinged, is csinálod mondjuk azt, hogy feliratkoztatod az embereket, e-mail címlistát építesz, és annak küldöd nekik az e-maileket, akkor, akkor lehet, hogy az emberek vásárolnak már az elején, de lehet, hogy valamikor csak napok, vagy hetek, vagy hónapok múlva fognak vásárolni, és egy webináriummal nagyon jól fel tudod gyorsítani ezt a folyamatot, hogy akár a webináriumot követő pár akár magán a webinárium alatt is, vagy a webináriumot követő pár órában, vagy egy-két napban is gyorsan tudsz értékesíteni. Aztán ugye a költséghatékony, nem kell termet bérelni, nem kell embereket felvenni, hogy akkor jöjjenek, és akkor igazítsák az embereket, mint mindenféle költsége, nem kell utazgatni ide-oda, nem kell mindenféle felszerelés magaddal vinni, és Egyszerűen csak kell hozzá egy jó számítógép, internet, néhány cucc, ami ugye a felszereléshez kell, a technikai dolgok, ezekről meg fogok ma beszélni, és viszonylag kis pénzből, pár tízezer forintból akár el lehet indítani egy ilyen webináriumos dit, és szóval költséghatékony. Aztán, ugye az interaktivitás, ugye az előbb is mondtam már, hogy a közönséggel, rögtön kapcsolatba tudsz lépni, és meg tudod válaszolni a kérdéseiket. Itt rögtön jött is egy kérdés, hogy mit jelent a jó számítógép, vissza fogok majd erre térni. Nagyon sok mindenben végig fogunk menni, benne lesz a technika is, hogy a technikai részletek is benne lesznek. Oké. Okay. De mielőtt belevárok a, a fő mondani valóba, ugye itt ül egy ember, ti látjátok, hogy beszél, de hát ki ez az ember, ki ez a csatlós Csaba, miért hallgassá rám, miért hidd neki azt, amit mond, és ezért egy röviden egy pár szóban elmondanék, beutatkoznék. Tehát így húsz éve, pontosan 2004-ben volt az, amikor am, már akkor egy éve foglalkoztam ilyen internetes dolgokkal, vagy honlapkészítés, meg tanulgattam a programozást, ilyesmit, és így, de hát igazából nem igazán értettem magát az online marketinget. Tehát én kereskedő voltam előtte is, tehát üzleti dolgokkal foglalkoztam, de maga az online marketing az még egy teljesen új világ volt nekem, és igazából um, úgy szereztem az ügyfeleimet, még akkor 2004-ben, hogy mentem, és, és személyesen kerestem fel embereket, telefonon hívtam fel embereket, meg ajánlások útján szereztem ügyfeleket. Tehát honlapokat készítettem már, de tehát online üzletet csináltam, de még offline szereztem az ügyfeleimet. És 2004-ben volt, 2004-ben, itt írja az hogy igen, hogy bugyi kereskedő is voltam, ez így van, ez tény, foglalkoztam a fehér neműkkel, ruházattal, nagyon sok mindennel, nagy um, aztán volt egy egész országban működő um, milyen hálózatunk ez, amikor megrendelik tőle ilyen katalógusból um, csomagküldőszolgálatnak. Ilyen, ilyenünk is volt, ott is volt 3000 ám, ügy, nem, nem, ügy, nem partnerünk, aki értékesítette ugye, a fehér neműket, tehát valóban á, volt ennek előzménye is, egy másik üzleti világban, az offline világban. És 2004-ben volt az, hogy keresgéltem én az internet, hogy pénzkeresés, meg hogy lehet több pénzt keresni, meg mindenféle dolgot, és így hát mindenféle gagyi dolgot találtam, és egyszer egy beújult, hogy miért nem keresek rá arra, hogy marketing. És rákerestem a marketing szóra, és igen, rögtön a Zoli írja, hogy Wolf Gábortól uh, tanultam hogy az első lépéseket. Wolf Gábortól és Lingov Sándortól ők voltak az első két uh, mentoraim, vagy képzőim. Igazából csak online megrendeltem az anyagaikat, és akkor tanultam tőlük, hogyan kell megcsinálni. És um, elkezdtem tanulni az online marketinget, és, és rájöttem arra, hogy nagyon sok uh, dolgot pontosan fordítva csinálok, mint ahogy kellene. Tehát teljesen más gondolkodásmód kell ahhoz, hogy az ember az online térben értékesíteni tudjon. És elkezdtem akkor 2004-ben összerakni a saját uh, online vállalkozásomat, és akkor már online elkezdtek jönni a bevételek. Rengeteg olyan ügyfelem volt, hogy soha nem is láttam, soha nem is beszéltem vele egy szót, se telefonom, sehogy se, csak jött megrendelés, jött pénz, és volt több ezer ügyfél. És 2005-ben értem el, 2005. decemberében éltem el először azt, amikor a kislányom megszületett, hogy, hogy 1 millió forint nettót megkerestem. Most ez 2005. decemberében ez irgalmatlan mennyiségű pénz volt, és hú, hát az nekem hatalmas hogy élmény volt. Hát, hogy olyan, olyan srácnak, aki ugye ilyen szegénységből jött, és, 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 és úgy Küzdötte úgymond fel magát, és ta tanultam az online marketinget folyamatosan, folyamatosan, és azóta is tanulom ezt folyamatosan. Mert az elmúlt húsz évben ez megállás nélkül változott. És én mindig néztem azt, hogy mi a leghatékonyabb. Tehát az, amivel én 2004-2005-ben felépítettem egy sikeres online vállalkozást, azzal manapság azokkal a módszerekkel, már valószínű, hogy sehova nem jutnék. Nem valószínű, hanem biztos, hogy sehova nem jutnék. Tehát teljesen másképp működnek a dolgok. És ugye az elmúlt években jött be ez, főleg a COVID alatt, hogy webináriumokon keresztül um, lépünk ugye, kapcsolatba a közönséggel, és webináriumokat tartunk, és ez eszméletlen nagy hatékonysággal tud működni. Én azt gondolom, hogy a személyes értékesítés után a webinárium az az eszköz, ami a leghatékonyabb lehet. Oké, okay. tehát ez vagyok én, húsz éve online vállalkozásokkal foglalkozom. Nézzük akkor tovább, hogy mi lesz az az öt titok, amiről ma fogok nektek beszélni. Ugye azt ígértem, hogy az öt összetevőt fogom elmondani, ami ahhoz kell, hogy egy hatékony webináriumot tudjál tartani. Ugye az első technika, összeállítása és kezelése, aztán ugye a prezentáció, hogyan rakd össze, a aztán hogyan bonyolítsd le a webináriumot, hogy hogyan kezd el, mit csinálj az elején, közepén, végén, hogyan készülj fel rá. Aztán a marketingről és az értékesítésről is fogok néhány dolgot mondani, hogy hogyan érd el azt, hogy legyenek is ott emberek, és, és vásárlás is legyen. Mert ugye azért csinálod a webináriumot, hogy értékesíts. És hogyha nem jó a marketinged, akkor lehet, hogy fogsz csinálni webináriumokat, de így tök jó lesz, eljönnek az emberek, megnézik, örülni fognak, ne kicsit fognak vásárolni. Vagy nem a megfelelő közönséget fogod elhívni. Ugye különböző hibákba ugye bele lehet esni, különböző csapdákba. Tehát ezért fontos, hogy a marketinget is értsd és megtanult, hogy a webináriumhoz a jó marketinget tudjál csinálni. És az egyik legfontosabb, amiről azt gondolom, hogy ez a legnagyobb akadály, ami, ami a legtöbb ember és a webináriumok között áll, ez a lámpaláz, ez a félelem, és már nagyon sok éve foglalkozom ezzel a témával, hogy lámpaláz, leküzdése, Ugye egy barátommal írtunk közösen egy könyvet is erről, hogy, a, hogy lámpaláz csillapít, hogy hogyan lehet leküzdeni a lámpalázat, és, és ez az, amiről azt gondolom, hogy, hogy az egyik kulcsa annak, hogy te jó webináriumokat tudjál csinálni. Mert addig, amíg félsz attól, hogy te kamera előtt beszélj, addig, amíg félsz attól, hogy a nyilvánosság előtt megmerj szólalni, addig valójában teljesen úgy, hogy mit tanulsz, milyen marketinget, milyen technikát tanulsz, ám nem, egyszerűen nem fogod elkezdeni, mert vissza fog téged tartani az a félelem, hogy neked ott meg kell szólalni a kamera előtt. És azt gondolom, hogy a lámpaláz leküzdése, az, ami az egyik legfontosabb. Na most itt a lámpalát leküzdésében a kulcs az a, az a, gyakorlás és a fokozatosság. Ugye a kettő, mind a kettő fontos. Ugye, ha megnézitek azt, hogy a pilótákat hogyan képzik. Tehát nem úgy képzik a pilótákat, hogy ott a repülőgép üljél bele, aztán menjél, hanem először tényleg a nagy gépek pilótáit bejuthatik egy szimulátorba, és heteken, hónapokon keresztül gyakoroltatják őket olyan helyzetben, ami teljesen olyan, mint a valós helyzet, csak nincs veszély. Tehát nem, nem tud fellépni ugye veszély. Helyzet maximum annyi, hogy elramlik a szimulátor, hogy jön szerelő és megjavítja. De hogyha repülőgépben történik ez, akkor ugye nem biztos, hogy elég az, hogy jön a szerelő és megjavítja. Tehát a szimulátorral csinálják. És szépen fokozatosan Haladnak előre, megtanulják, hogy mik a, a, a kezelőszervek a repülőgépen, akkor a, a repülésnek, ugye a levegőáramlásának a mindenféle törvényeit megtanulják, és rengeteg-rengeteg minden olyan dolgot, amiből a végén összetevődik az, hogy ők pilóták lesznek, és felülhetnek a nagy bövink 747-esre, és 300 utassal repülhetnek. És a a webináriumnál is ugyanez van, tehát um, egy fokozatosságot bele kell vinni a gyakorlásba. Először úgy kell gyakorolni, hogy, hogy nem emberek előtt. Egyszerűen csak szokjál hozzá a kamerához. Um, utána szokjál hozzá ahhoz, hogy megy a kamera. Szokjál hozzá hogy felvesz téged a kamera. Szokjál hozzá ahhoz, hogy egy barátod néz téged például. És így szépen fokozatosan tudod növelni, ezt a, ezeket a gyakorlatokat, egészen addig, amíg a végén ott fogsz ülni egy webinárium előtt, ott van nem tudom, 100, 200, 500 ember, és tök kényelmesen fog tudni beszélni. Én sem úgy kezdtem ezeket a webináriumokat, meg a videókat, hogy, hogy ó, hát leülök, és akkor én tartok webináriumokat. Tehát én gyerekkoromban az a gyerek voltam, akit az iskolában kinevettek, kinyújtottak, megvertek, megszégyenítettek, és iszonyatosan uh, ilyen, ilyen görcsökkel, félelmekkel, frusztrációval éltem nagyon sokáig, és, és ebből kellett nekem eljutni addig, hogy nyilvánosság előtt megmerjek szólalni. És ennek is van egy nagyon jó sztoria, még 2007-ben, amikor ugye akkor már három éve csináltam az online vállalkozásomat, és akkor jöttek ugye a jöttek ugye a, a, videók be szépen ugye a, az online világba, és um, közben látom, hogy valaki bele rajzolgatott, hogy kikapcsoltam ezt a rajzolás funkciót. Nem tudom, mindig az elején kikapcsolom, ezt nektek is javaslom egyébként, hogy ez ilyen mindenféle funkciókat az elején vagy kapcsoljátok ki, hogy ugye tudjanak az emberek bele de valamiért a zoomban van egy hiba, és ezt kapcsolja. Szóval 2007-ben, na mondom, akkor én most már videókat fogok csinálni, mert láttam már más marketingesektől, más online vállalkozóktól, hogy videókat csinálnak, és na akkor én is videót fogok csinálni. És hát ugye 2007-ben azért már elég jól ment, tehát van, volt pénz lóvéra, elmentem a boltba a vettem jó kamerát, hátteret, világítást, felszerelést, szoftvert, mindent, ami kell hozzá, bementem az irodába, hogy összeraktam, és akkor ott parádésztem egy kicsit ott a zöld háttér előtt és akkor a szoftverrel kivágtam a hátteret, és akkor mindenféle á, ilyen vicces videókat összeraktam, és utána fogtam az egész felszerelést úgy, ahogy volt, és beraktam a szekrénybe, és éveken keresztül hozzá se nyúltam. Valamikor utána pár év múlva csináltam egy videót, ami egy perces videót, de bennem volt az, az a lámpaláz, az a stressz, hogy nem mertem egyszerűen kiállni. Tehát hiába van meg a tökéletes felszerelés, hiába van meg a tökéletes tudás, á, hogy miket kell csinálni, ha ott van ez a lámpaláz, akkor egészen egyszerűen csak ott fog pihenni a felszerelés a szekrénybe. Tehát fontos az, hogy gyakorol, gyakorol, gyakorol és ezt a lámpalázat. Oké, nézzük tovább a technika, és végig fogok menni egy kisebb a listán, hogy mi az, ami fontos. A kameránál ugye, a, a, hogy milyen kamerát használj. És um, en, ennek a webináriumnak van egy nagy testvére, egy workshop, amiről majd fogok beszélni, az már ugye nem ingyenes hanem fizetős, és azon a workshopon, azon nagyon-nagyon-nagyon mélyen belemegyünk minden egyes témába, az egy kettőnapos workshop, tehát két napon keresztül um, iszonyat mennyiségű információt kapsz ahhoz, hogyan kell összerakni ugye, egy ilyen webináriumot, és ott megmutatom azt, hogy uh, hogyan tudsz 2500 forintból, figyeld az összeget, 2500 forintból olyan kamerát szerezni, ami gyönyörű, szép, tűéles, profi képet ad, és, és gyakorlatilag nem kell 50-100-200 forintos kamerákat vásárolnod, mert egyszerűen meg tudod oldani úgy, ez 2500 forint, szó szerint ennyibe kerül, most jelen pillanatban is egy ilyen kamerán keresztül beszélek hozzátok, és a, ha belegondoltak, hogy a boltokban a, még a legolcsóbb, leggagyibb webkamera is, nem tudom, valami 5-10 ezer forintba kerül, és az valami iszonyat rettenetesen szörnyű képet ad. Én nem hiszem, 34 ezer forintért vettem egy olyan kamerát, amire azt mondták, hogy... Um, azt mondták hogy hú, ez gyönyörű, szép, és 4K-s felbontás, ilyen szuper, szuper felbontás, és, um, Megvettem, haza, hazavittem, és ilyen iszonyat elmosódott, szupergagyi kép volt. Vittem vissza a média márban, nagy dühösen, hogy azon adják vissza a pénzemet, mert ez valami übergagyi, és szerencsére visszaadták. Tehát nem volt vele probléma. De hogyha tényleg profi kamerát akarsz vásárolni, akkor legalább egy ilyen 50-60 ezer forint környékén kezdődnek azok a kamerák, amik nagyon jó minőséget csinálnak. Most ott a workshopon el fogom mondani, hogy hogyan, hogyan lehet ez 2500 forintból megoldani. Oké, okay, mikrofon. A mikrofonnál um, ott érdemes olyan mikrofon csinálni, ami olyan, mint például nekem is ez, ilyen álványos mikrofon, tudod magad előtt ugye így um, mozgatni, úgy, hogy um, oda tudod igazítani magadhoz a mikrofont. És ebből is, hogyha a mikrofont vásárolsz, um, a technikai részletek, ugye az összes technikai részlet olyan, hogy um, hogy lehet alul célozni, tehát lehet venni olcsó gagyikat, vagy lehet túltolni a dolgot, és lehet több akár ilyen több százezer forintos totál felesleges költségekbe belemenni, mert az égvilágon semmi szükség nincs, és ezért fontos az, hogy a technikába hogy felkészüljél, hogy tudjad azt, hogy, hogy mire, mire van szükség valójában, és mire nincs szükség valójában. Tehát a mikrofon, az például nálam ez, ez egy ilyen hama, Gyurics um, mikrofon, ami egy ilyen 29 ezer forint volt, azt hiszem, és ezzel egy egész jó hangminőséget lehet csinálni. Aztán a világítás. A világítás egy olyan dolog, hogy um, amikor az el első um, webináriumot, meg az első videómat megcsináltam, akkor vettem magamnak egy úgynevezett softbox nevű uh, felszerelést, ami ilyen hatalmas állvány és ilyen nagy ernyők, és világít, és az egész szoba úgy nézett ki, mint egy videó stúdió, és uh, igazából nincs szükség ilyenekre, meg lehet venni ilyen asztalra szerelhető ledes lámpákat, és gyakorlatilag azzal meg lehet oldani, és valójában nekem most a teljes felszerelés az egy ilyen kis íróasztalt foglal el, mindennel, mikrofonnal, kamerával, uh, világítással, mindennel együtt meg lehet oldani egy, egy ilyen felszereléssel. Aztán ugye a webinárium szoftver. Na most abból rengeteg van, hogy milyen, milyen webinárium szoftverrel érdemes megtartani. Itt vagyunk, látjátok, ez nem titok. Én Zoomot szeretem, próbáltam ilyet, olyat, mindenféle mindenféleképpen kísérletezgettem, de én nekem a Zoom jött be, ár-érték arányban a Zoom az, ami tudja hozni azt, amire szükség van, azokat a funkciókat, amik kellenek. És a, és a nagy workshopon olyan szinten belemegyünk a, a Zoom-nak az oktatásába, hogy az összes gomb, meg kezelőszer, hogy hogyan kell kezelni ezt, és hogyan kell kezelni azt. Ezt, ezt most, egy óra alatt nem tudnám megtanítani, mert az önmagában több, több mint egy óra, csak a Zoom-nak a kezelése, és hogy hogyan tudjátok ugye felvenni a, a, a webináriumot, hogyan tudjátok kezelni a különböző dolgokat benne, és nagyon-nagyon sok apró kis technikai részlet van, amik szükségesek ahhoz, hogy elő tud készíteni, meg tud tartani, fel tud venni, stb. stb. Látom, Zoli, hogy kérdezel folyamatosan, Annyit szeretnék kérni, hogy majd inkább a végén tedd fel a kérdéseket, hogy tudjam az a teljes prezentációt, és a végén válaszolni fogok minden kérdésre, oké? Okay? Jó, és utána pedig a technikában, hogy a megosztás, hogy hogyan tudod a videót megosztani, és utána hogyan tudják azok az emberek, akik jelentkeztek a webináriumra, de nem tudtak elmenni, itt is ugye a webinárium, ha most ránéztek a részevőkre, 54 részevő van. 129 ember jelezte azt, hogy igen, ott lesz a webinat, ezen a webináriumon. És ugye ezek az emberek azok, akik szeretnének eljönni, szeretnék megnézni a webináriumot, de mondjuk munka miatt, gyerekért kell menni, stb. stb. nem tudják megnézni, és utána felvételről meg fogják majd nézni. És körülbelül az az arány, hogyha webináriumot csinálsz, Hogyha mondjuk 100 ember feliratkozik a webináriumodra, akkor egy olyan, a 100 emberből kb. jön a 20-25 ember, lesz ténylegesen ott a webinárium, ott a, ott a nézők között. És um, még 20-25 ember lesz az, aki felvételről fogja megnézni. Tehát, hogyha azt látod, hogy regisztrálnak hozzá 100 és csak 25 ember van ott, akkor az ne vegye el a kedvedet, mert mindenhol, még a legprofitbaknál is, ez az arány működik, tehát ennyi ember jelenik meg a webináriumon, és ezért fontos az, hogy felvétel készüljön, mert utána azok, akik nem tudtak eljönni, még meg tudják nézni a webináriumodnak a felvételét. Oké, okay, nézzük meg akkor, hogy a prezentáció az hogyan épüljön. Fel. Tehát három részből kell felépíteni a prezentációt, az első rész, az elején is láttátok, ott egy ilyen bevezető rész, ahol bemutatkozás van, elmondom, hogy mi a célja a webináriumnak, ugye itt mondom el azt, hogy felvétel készül. Ugye ez a bevezető rész, és utána van a tartalom rész. Ugye ez, amit most éppen, ahol most tartunk, és, ez a tartalom rész, ez egy nagyon érdekes dolog. Erről fogok ma még külön beszélni, hogy a tartalom részben miről beszéljél, hogy mennyi információt adjál át, és mennyi információt kapjanak meg a nézőid ingyen. És mi legyen az, amit, amiért majd fizetniük kell? És ez kritikus fontosságú. Mert ha túl kevés információt adsz át, akkor azt fogják érezni, hogy Á, francba, hát most eljöttem el szúrtam egy csomó időt, és nem kaptam valójában semmit. Én már nagyon sok webináriumot megnéztem, és sokszor éreztem ezt, hogy igazából nem kaptam információt, nem kaptam hasznos információt. Viszont, hogyha minden információt átadsz, akkor azt fogják mondani az emberek, hogy, hogy akkor meg minek fizessek. Megkaptam minden információt, akkor viszlát. Ebbe a hibá, mind a két hibába beleestem én is, láttam webináriumokat, amik szintén beleestek ezekbe a két hibákba. De most a, a tartalomnál nagyon fontos az, hogy, uh, hogy ezt tud, hogy mi ez, ezt mi vére, még vissza fogok térni. Oké, okay, és a végén az értékesítés, hogy hogyan kell, a webinárium végén a végét felépítened ahhoz, hogy ne csak egy, egy, egy tök jó hangulatú webináriumod legyen, ahol az emberek tök jól érzik magukat, aztán mindenki megy, amerre lát, hanem ténylegesen legyen értékesítés. És nagyon érdekes dolog, hogy egyszer megkeresett engem egy hölgy, mondta, hogy ő rengeteg előadást tart, mert meghívják előadásokra, és imádják az emberek, és teltházas előadásokat tart, de egyszerűen nem tud értékesíteni. És, és, azt mondja, és, és egyszerűen ilyen, ott van több száz ember, és imádják az előadásait, de nem tudja, hogy hogy értékesítsen, és egy fillért nem keres ezzel. Tehát az értékesítésnek is megvannak a maga lépései, hogy hogyan kell egy webináriumot lezárni. Igazából ezt ma látni fogjátok, mert ugye én is ilyen webináriumot csinálok, hogy van egy bevezetés, egy tartalom és egy értékesítés. Ez, ez, ez nem titok, hogy a mai webináriumnak ugye a, a termék, amit én értékesíteni és értékesíteni fogok. Az ennek a webináriumnak ugye a nagy testvére az a két napos workshop, ahol aztán a, a legapróbb részletekig belemegyünk mindenbe. Oké, tehát ebből a három részből kell összerakni a prezentációt. És ugye itt van ez a kulcs, ez a kulcs, hogy mit adj ingyen és miért kérj pénzt. És ennek van három különböző megközelítése, hogy attól függően, hogy te neked fizikai terméked van, vagy szolgáltatásod. És a szolgáltatásod az milyen jellegű szolgáltatás? Hát magáért, az információért fizetnek neked az emberek, vagy pedig, vagy pedig az inform... nem, nem, nem az információért fizetnek. Ugye, Nézzünk konkrét példát. Tehát például, ha mondjuk egy könyvet szeretnél értékesíteni, akkor, akkor megteheted nyugodtan azt, hogy adsz át információkat a bővebben, de arra figyelj, hogy ne legyen meg a végén a közönségednek az az érzése, hogy tök jó, megkaptam minden megoldást, akkor minek vegyem meg a könyvet? És a, ebben a, a zseniális Megoldás az az, hogy ad ingyen azt, hogy mit kell csinálni, és ad pénzért azt, hogy hogyan kell csinálni. Mert amikor azt elmondod, hogy mit kell csinálnok, az emberek látják azt, hogy van fény az alagút végén. Oké, okay, tehát van megoldás erre a problémára, igen, ez működhet ez a dolog. Viszont hogyha um, átadod azt is, hogy hogyan kell csinálni, akkor ott lesz az az érzés, hogy kezdé megkaptam a megoldást, akkor én most már nem fogok neked fizetni, mert hogy minek. Tehát add ingyen azt, hogy mit kell csinálni, és add pénzért azt, hogy hogyan kell csinálni. És van még ugye két másik, amikor fizikai terméked van, vagy pedig magát az információt értékesíted, ezt a nagy workshopon el fogom mondani, hogy ott hogyan kell felépíteni, hogy azok az emberek, akik elmennek a webináriumodra, azok a végén már lázban égenek, hogy vásárolhassanak tőled. Jó, Lebonyolítás. Itt a lebonyolításnak a leges, legfontosabb kulcs eleme, ez az interaktivitás. Az interaktivitás az azt jelenti, hogy nem csak te beszélsz, hanem hagyod, hogy a közönség is kérdezzen. Tehát a webináriumodnak a végén kell, hogy legyen egy ilyen kérdezfelelek a blokk, ahol feltetik az emberek a kérdéseiket. Nekem volt olyan webináriumon, ez nyáron volt, hogy 1 óra 15 perc volt maga a webináriumnak a hossza, és utána még háromnegyed órán keresztül folyamatosan, folyamatosan, folyamatosan kérdeztek, kérdez a közönség. Az jó, hogyha a közönség kérdez, mert az látszik, hogy van érdeklődés, valamit szeretnének, akarnak valamit. És, a, és ezt neked is meg kell tenned a webináriumodban, hogy interaktívvá teszed. Most régebben csináltam olyan a webináriumokat, hogy felvettem egy webináriumot, és utána ezt a felvételt lejátszottam, és ugye nem volt benne interaktív rész, és brutál módon érezhető volt a különbség. Tehát az, amikor, amikor csak egyirányú a kommunikáció, tehát csak én azt vagyok, hogy zzzz, zzz, leadok egy felvételt, hogy ki van kapcsolva ugye a kérdezési lehetőség, vagy nem kérdezhetnek a végén, vagy pedig az, amikor ott vagyok, kérdezhetnek, ott azonnal a megfelelő kérdésre válaszolok, és sokkal-sokkal hatékonyabb, sokkal több vásárlás érkezett. Oké, okay, eddig a, a, amit elmondtam, az követhető volt, érthető volt. Hogy érzitek? Kaptatok már érdekes, hasznos információt? Oké, okay, Ágnes írta, hogy igen, a többiek. Oké, okay, nagyon szuper. Nagyon jó, köszönöm szépen. Helyes, helyes egyzetelje. Ja? Oké, okay. hát lehet, hogy van, meg vannak ilyenek, már megvannak ezek az infók, de különböző szinteken vannak az emberek tudásban. Van, akinek hozzá tudok adni a tudását, van, akinek meg nem. Oké, okay, nagyon jó. Na, most ez a kérdés, amit feltettem, látszátok, ez is egy interaktivitás. Tehát közben, a webinárium közben ti is ugye fel tudjátok tenni azt, hogy, hogy érthető volt, követhető volt, hasznos volt, és az emberek, hogy ahogy, ti is most megválaszoltátok, úgy a, a ti nézőitek is majd meg fogják válaszolni. És ez egy tök jó visszajelzés arra, tök jó visszajelzés arra, hogy, hogy hogyan áll a közönség a, ahhoz, amit te tanítasz nekik. Oké, okay. menjünk is tovább. Marketing és értékesítés. Ez az egyik kedvenc témám, mert ugye 20 éve marketinggel foglalkozom, hogy hogyan tudod a webinárium előtt marketingezni magát a webináriumot, mit kell csinálnod ahhoz, hogy legyenek ott nézők. És nem csak az, hogy legyenek ott nézők, mert a marketingnek az egyik kulcsa, és amit nagyon-nagyon sokan vagy nem értenek, vagy, vagy nem foglalkoznak vele, hogy nem az a fontos, hogy sok ember legyen ott, hanem az a fontos, hogy a megfelelő emberek legyenek ott. És ezért van az sokszor, hogy valakinek mondjuk van egy Facebook oldala, vagy TikTok oldala, és viszonylag is mennyiségű like van, és hozzászólás, és minden egyszer nincs vásárlás. Azért, mert nem a megfelelő emberek vannak ott. Nem, nem az ő célközönsége van ott. Nagyon fontos a marketingben, hogy a megfelelő célközönségnek készítsd el a webináriumodat. És um, az, hogy hogyan hirdeted Facebookon, TikTokon, google on e-mail partnereken keresztül, <kül> um, igazából ez, ez másodlagos, de építs fel magadnak, egy értékesítési rendszert. És ennek az értékesítési rendszernek a lépéseibe is bele fogunk menni, ugye a workshopon, az megint ugye önmagában egy több mint egy órás blokk lenne, tehát hogyha azt nem tudom most az egészet végigmondani, de egy értékesítési rendszert, hogyha felépítesz a webináriumod elé, akkor nem csak a webinárium elé, hanem a webinárium elé és után, tehát magából a rendszerbe van belehelyezve egy webinárium, akkor nagyságrendekkel több eredmény fogsz tudni elérni. Mintha simán csak azt mondod, hogy webinárium, és akkor értékesítek. Oké. Okay. Aztán ugye a marketing és értékesítés a webinárium közben. Ugye, mint az előbb is mondtam már, hogy három részből áll, és a harmadik rész ugye az az értékesítés. Tehát annak is megvan a lépés, a mikéntje. Ezt egyrészt látni fogjátok ma, vagy azt én hogyan csinálom, másrészt pedig a a workshopon ott lépésenként elemenként belemegyünk abba, hogy hogyan kell a különböző um, diákat, elemeket felépíteni. Sőt, a workshop az úgy épül fel, hogy egy teljes webináriumot diánként, egyenként kielemzünk, hogy ezt miért kell ide tenni, ezt miért kell ide tenni, ezt miért ide kell, és miért ezután, és miért nem ez elé, és stb. 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 És végigveszünk egy teljes. Um, webinárium, prezentáció, dia hogy az miért pont úgy épül fel, ahogy felépül. Oké, és a marketing, a webinárium után sem áll meg a marketing, mert ugye azok, akik ö, ott voltak, ők már ugye egyrészt fellelkesültek, és úgy lehet, hogy ők jó közönség lesznek arra, hogy vásároljanak. A másik pedig, akik nem tudtak ott lenni, nekik is kell valahogy ilyen módon marketingezni, el kell juttatni hozzájuk, ugye a webináriumnak a felvételét, és a webináriumnak az üzenetét. Oké. Okay. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy olyan ajánlatod a közönségednek, ami egy úgynevezett ellenállhatatlan ajánlat. Ez, egy, ez a kulcs. Tehát igazából a marketingben ez az egyik kulcs, az, hogy legyen egy ellenállhatatlan ajánlatod. Nagyon sokan... Szintén abban a hibába beleestek, hogy egyszerűen van egy termékem, és akkor a termékemnek nyomom a promócióját, a reklámját, hogy gyere, vegyél olajat, könyvet, kirándulást, tanácsadást, valamit, de nem dolgoz ki egy igazán ellenállhatatlan ajánlatot. Olyat, amire azt mondja a megfelelő közönség, hogy hú, na ez az, ami nekem kell, ez az, ami nekem kell, ezt én szeretném. Az ellenállhatatlan ajánlatnak is ugye megvannak az elemei, hogyan építsünk fel egy ilyen ajánlatot. Ugye konkrétan itt ebből néhányat elmondok. Tehát az egyik az az ellátotlan ajánlatban. Bocsánat, Viszont egy kort vizet. Oké, okay. az ellátatlan ajánlatod, az legyen megkülönböztethető más dolgoktól. Hogyha te, te mondjuk coach vagy, mondjuk live coach, akkor ne te legyél az egyik live coach, az ezer live coach közül, hanem legyél te valamiben egy-egy, legyél valamiben különleges. Tehát a te ajánlatod ne legyen ugyanaz, mint a többi ezeré, hanem legyen, um, legyen egy olyan ajánlatod, től a közönséged azt mondja, hogy meg tud különböztetni, és azt mondja, hogy á, igen, nekem erre az emberre van szükségem. Vagy például, hogyha honlapkészítéssel foglalkozol Magyarországon, szerintem 1500-nál több á, ember foglalkozik honlapkészítéssel. És ha te is azt mondod, hogy oké, okay, szeretnék honlapkészítéssel foglalkozni, akkor beállsz 1501-nek abba a tömegbe, a, 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 ahol már így is iszonyat nagy a zaj, és, és, és vérs fogsz izzadni az ügyfél, ügyfelek szerzésével. De hogyha, de hogyha azt mondod, hogy például specializálódsz valakikre, te például csak és kizárólag, nézzük ugyanazt a példát, amit előbb mondtam, live coachoknak készítesz el honlapot. És, és, és gondolj bele, ezzel azt gondolná az ember, ó, hát persze, de akkor ezzel kizárom a többieket. Lehet, hogy ez egy, ezzel kizársz nagyon sok mindenkit ebből a körből, de hogyha belegondolsz, hogy egy live coach találkozik a te üzeneteddel, és azt mondja, hogy neki honlapra van szükség, egy tényleg jó honlapra, és azt mondja, hogy te, te rájuk specializálódtál, és kifejezetten nekik készítesz, akkor ő mit fog csinálni? Nem azt fogja mondani, hogy ó, megyek, még keresgélek egy kicsit tovább, hanem azt fogja mondani, hogy igen, ő az én emberem, mert ő arra specializálódott, amire nekem szükségem van. És igazából ez a, ez a, ebben a, ezen a világon a specialisták azok, akik igazán sikeresek. A, azok, akik ilyen megmesterek, tehát ilyen mindennel is foglalkoznak, és, és, és ez egy hatalmas nagy hiba, amiben rengetegen szintén beleesnek, hogy úgy bővítik a vállalkozásokat, hogy még több szolgáltatás, még több termék, még, 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 hogy az embereknek legyen választékuk, és ezzel pont az ellenkező nyelvon mennek. Saját magukat jól leterhelik vele, de a bevételek igazából nem lesznek ezzel nagyobbak. Vagy a terhelés sokkal nagyobb lesz, mint amennyivel a bevételnő. És viszont, hogy specializálódsz egy területre, és az emberek egy idő után megtudják, hogy te vagy annak a területnek a specialistája, akkor, hogyha fel tudsz építeni egy jó márkát, egy jó marketinggel, akkor el tudod érni azt, hogy egy idő után bekerülsz az embereknek a fejébe, és te leszel az, akire gondolni fognak, akkor, hogyha egy olyan szakemberre van szükségük. Oké. Okay. Tehát az elnálhatatlan ajánlatot is kidolgozzuk a, a workshopon teljes mértékben. Jó. Nézzük meg akkor azt, hogy mi is ez a workshop, ugye amiről beszéltem. Most végigvettük azt az öt elemet, amiről, mond, amiről ugye az elején beszéltem, hogy ezeket fogjuk érinteni, és nézzük meg, hogy pontosan mi is ez a, a workshop. Ugye a workshopnak a címe ugyanaz, mint ennek a webináriumnak, tehát maximal, maximalizáld a profilod webináriumokkal, csak ez nem a webinárium, hanem a workshop része, ahol együtt, és ahol a, a teljes képet meg tudod nézni, és a legapróbb részletekig. Mindent, meg, mindent megkapsz. Ugye ez egy kétnapos workshop, és ennek a workshopnak a felvételét most 50%-os kedvezménnyel meg tudod vásárolni holnap estig. Nézzük meg azt, hogy mennyibe kerül? Oké, okay, tehát biztos vagyok benne, hogy a legjobban, arra kíváncsi mindenki, hogy mennyibe kerül ez a workshop. És a 39.900 forint helyett holnap éjfélig 19.900 forintért ám, meg tudod vásárolni. És ez a workshop ez igazából január 10-én és 17-én volt megtartva, és á, kaptam visszajelzéseket az ügyfelektől, ebből most kettőt szeretnék megmutatni, hogy mit jeleztek vissza azok, akik ott voltak. Kós Mátéról azt kell tudni, hogy ő egyébként nagyon-nagyon profi marketinges, és á, egy nagyon jó barátom. Eljött a workshopra, és még igazából be se fejeztem a workshopot, már Máté Tolval, már ott volt ez az üzenet, hogy ő ezt írta a workshopról, hogy a lehető leggyakorlatilasabb módon lényegében mindent megmutatott, hogyan lehet hatékonyan és rentábilisan kihasználni a webináriumok lehetőségét. Egy teljes eszköztárat kaptunk a kezünkbe, és minden felmerülő kérdésre választott Csabi, 2024-ben ez a tudás aranyat ér. És a szintén egy másik részfevőtől kaptam, ő képzeljétek el, telefonon hívott fel, nagyon lelkesen, és azt mondta, hogy végig az anyagaimat, és azt mondja, 300%-osan választ kapott minden kérdésére. Tehát ez egy olyan képzési anyag, amit hogyha végig tanulsz, akkor ott minden egyes, tehát nincsenek elvaratlan szálak. Tehát minden, amire szüksége lesz, a technikai megvalósítástól kezdve a kezelésekig, a marketing, a szövegírás, a, a lebonyolítás, hogy hogyan készülj fel, tehát gyakorlatilag minden apró kis részlet megvan ebben a workshopban. Aztán ez egy másik visszajelzés, egy fantasztikusan összeszedett, kompakt, lényegre törő és gyakorlatias workshop volt. Köszönöm minden területet felölelt, ami fontos és segítség a webináriumok tartásával a kapcsolatban, és az az egyik legfontosabb, hogy teljesen kezdőknek is ajánlom. Tehát nem kell neked profi marketingesnek lenni, vagy profi szakembernek lenni, vagy technikusnak lenni, mert minden benne van, amire szükséged lehet a webináriumokkal kapcsolatban. Oké, nézzük meg, hogy mit kapsz azért a pénzért, hogy ez a 19.900 forintért. Egy, megkapod a két napos workshopnak a felvételét. Ez, ez a két darab videó, amihez kapsz egy hozzáférést, és bármikor meg tudod nézni. Tehát nincs korlátozása a megtekintésnek hanem bármikor holnap is meg tudod nézni, egy év múlva, öt év múlva is meg tudod nézni, csak be kell lépni a, a webirodádba, és ott van a két videó, és meg tudod nézni. Tehát ugye ez a két napos workshopnak a felvétele van benne a 19.900 forintban. Van egy VIP egy, amihez viszont még olyan csemegéket adok, amiket. Amik, um, ami igencsak megnevelik az értékét. Tehát az első ezek közül az, hogy egy értékesítési rendszer készítő oktató videó. Tehát teljesen elejétől a végéig megmutatom azt, hogy hogyan tudod felépíteni WordPress-ben, Ugye a WordPress az, gondolom, az, az, az úgy megvan az a fogalom, mert az egy fogalom, ez egy honlap készítő rendszer. Hogyan tudod WordPress-ben felépíteni a teljes értékesítési rendszeredet, de onnantól kezdve, hogy um, hogyan kell megszerkeszteni a honlapot, ahol mondjuk e-mail együtt, gyűjtesz, hogyan kell megírni a szövegét, hogyan kell a bankkártyás fizetést, a számlázást, az értékesítési oldalt, a stb. stb. különböző dolgokat, hogyan tudsz összerakni, és ez benne van az oktató videóban. Aztán kapsz hozzá egy tárhelyet egy évre. Ez önmagában egy több tízezer forintos érték. Aztán kapsz egy saját doménevet, egy www valami.hu, amit te választasz, hogy te te azt, és akkor megkapod ebben a csomagban ezt a nevet. Kapsz egy sablont, ami önmagában 100 ezer forint értéket ér, hogyha hát ezt külön szeretnéd megvásárolni. Tehát ha szeretnél készíteni egy honlapot, WordPress-ben, és egy tényleg professzionális megjelenést, egy profi sablont szeretnél, amivel gyönyörű, szép honlapokat tudsz csinálni, ez a Divi nevű sablon, ez körülbelül most ilyen 100 ezer forint környékén megvásárolható. Ez benne van a VIP egyben és, és kapsz előre elkészített honlapsablonokat, gyakorlatilag azt csak egyszerűen feltöltöd, azt megmutatom, hogy, hogy kell feltölteni, átírod benne a szövegeket, és gyakorlatilag kész is van az értékesítési rendszered, és nem kell megbíznod valakit, mondjuk egy szakembert azzal, hogy x százzer vagy x millió forintért összerakjon neked egy értékesítési rendszert, mert minden benne van ebben. És ez a VIP jegy, Um, sem egy horror összeg, ez 80 ezer forint helyett most holnap estig 39.900 forintba kerül. Oké, okay, tehát itt van egy kis kapocs, hogy ezek a VIP jegyben vannak benne. És amit most mutatok, ezt szintén tanuljátok meg. Az elégedettségi garancia. Ez elképesztő mértékben tudja felvinni az értékesítéseket. De nagyon sokan úgy vannak a, a vásárlás előtt, főleg az online vásárlás előtt, hogy hát jó, jó, tetszik, tetszik, megvenném, de hát most mi, mi van, ha mégse? Mi van, ha mégsem jó? Mi van, hogyha csak uh, valamit kamuzott ott az illető ott a, 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 webináriumon? Még nem, tudja, nincs, nincs még akkor a bizalma, nem tudja, hogy azt kapja, amit szeretne, és hogyha kap egy garanciát mellé, egy elégedettségi garanciát, akkor azt mondja, hogy jó, megveszem a tárgyat, ha nem jó, akkor majd visszakérem a pénzemet. És nagyon sok embert, akik így hezitálnak, hogy megvegyem, ne vegyem, megvegyem, ne vegyem, őket így el tudja billenni, hogy aki, okay, akkor megveszem, és hogyha nem tetszik, akkor majd visszakérem a pénzemet. És um, én is elégedettségi, elégedettségi garanciát vállalok, hogyha valaki azt mondja, hogy az oktatóanyag, amit megvásárolt, ez nem tetszik neki, és három hónapon belül csak ír egy e-mailt, még nem is kérdezem az okát sem, hogy hogy um, hogy miért kéri vissza a pénzét, hanem egyszerűen csak visszautalom a pénzt. Oké. Okay és 19.900 forint ugye a, a kétnapos workshopnak az ára, és 39.900 forint a VIP egy, de ez holnap éjfélig, és ugye jött a kérdés, hogy shut up and take my money, hol a link, ahol meg lehet venni, ez a www.honlapzseni.hu oldalon tudjátok megvásárolni, én be is írom ide a chatre a címet, Honlapzseni.hu Hogyha van egy divi honlapod, és lejár az éves előfizetés, akkor neked nagyon sokat fog érni ez, mert én korlátlan adok hozzá. Tehát nem egy éveset, hanem korlátlan adok hozzá. Ami, ami mondom önmagában 100 ezer forint érték körülbelül. Jó, Tehát most vagyunk azon a ponton, hogy Kérdezhettek. Tehát, ha bármi kérdésetek van a mai előadással kapcsolatban, a workshoppal kapcsolatban, akkor írjátok meg nyugodtan, és akkor nagyon szívesen megválaszolom. Én itt fogok maradni addig, amíg lesznek kérdések, és válaszolok minden kérdésre. Jó, hogyha, ha nincs kérdés, akkor kérdezek én. Milyen témában szeretnétek webináriumokat tartani? Működik a holnap estig, Ez én tapasztalatom a mai éjfélig. Működik a holnap estig, és azért jobb a holnap estig, mert amikor megtartod a webináriumot, utána ugye a felvételt, azt ugye lemented a számítógépedre, feltöltöd a videó megosztóra, kiküldöd e-mailben, és azok, akik nem tudtak nem jelen lenni a webináriumon, még ők is meg tudják nézni, és utána, amikor megtartod a webináriumot, utána még küldesz ki az e-mail listára, ugye e-maileket, amiben ugye elköltöd magát a webináriumot, és küldöd a határidőt, hogy évfélig lehet megrendelni. Hogyan választom ki, hogy mi legyen a terméken vagy szolgáltatásom? Na, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hogyan, mi legyen a terméken vagy szolgáltatásom? igazából ez önmagában egy, 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 egy megérne egy webináriumot, vagy akár egy teljes képzést is, ez a termék és a, és a, a szolgáltatás kiválasztása. Talán a legegyszerűbb módja ennek az, hogy nézd meg azt, hogy mi az, amihez nagyon jól értesz. Mi az, amivel megkeresnek téged, barátok, ismerősök, hogy segíts nekik benne? És mi az, amit szeretsz is csinálni, amit szívesen csinálsz, amit szívvel lélekkel csinálsz, és ott azon a területen kezdj el keresgélni, és csinálj meg felméréseket, erről is van egy, kép, külön egy, képzés anyagom, de most ebben nem akarok belemenni, hogy hogyan kell ugye felméréseket és megcsinálni, és ez alap alapján terméket, meg szolgáltatást kiválasztani. De a lényeg, hogy csinálsz felméréseket, és megnézed azt, hogy mire van igény. És ugye utána ebből a, ebből a kettőből, amihez értesz, és amit szeretsz csinálni, ebből melyiket tudod te adni, melyiket tudod te szolgáltatni, miben tudsz segíteni az embereknek. Nem tudom, tanácsadást tudsz adni, számítógépekhez értesz, és mondjuk számítógépeket szerelsz össze, írsz egy könyvet valamilyen témában, elviszed az embereket kajaktúrára, vagy kenutúrára, millió dolog lehet. Nézd meg, hogy mi az, ami hozzád közel áll. Oké, okay, fogyókúra és tanár, tanácsadással eredménykövetés a témám. Nagyon jó, nagyon jó. Azon a téren nagyon jól lehet webináriumokat tartani, azt gondolom. Oké, okay, van saját webinárium, saját zárhelyem, saját, de már túl vagyok a 300 webináriumon. A gondom a következő. Oké, okay. egy olyan szolgáltatást kínálok, amit affiliate programban forgalmazunk, szóval érdekelt vagyok abban is, hogy a direktjeim is tudjanak értékesíteni. Okay. Tehát akkor érdemes úgy megcsinálni a webináriumot, hogy a direktjeid is elhívják a potenciális ügyfeleiket, megtartod a webináriumot, és akkor a végén megmondod, hogy tőlük, aki meghívta őt, tőle tudnak vásárolni. És akkor gyakorlatilag ezzel támogatod a, azokat az embereket, akik ugye a, a, a direktjeid. Jó, ugye ígértem egy olyat is, hogy lesz egy sorsolás, hogyha a kérdéseknek a végére érünk, akkor meg fogom csinálni a sorsolást is. Még várom, hogy jöjjenek a kérdések. Oké, okay. um, igen, igen, ugye er, erre gondoltam én is, hogy az a kérdés, hogy hogyan lehet ezt megoldani technikailag? Én azt gondolom, hogy affiliate szoftverrel, um, hogy ugye mindenkinek van, minden direktetnek van egy saját linkje, és ak akár felmehetnek az emberek ugyanarra az oldalra, és... Um, és vásárolhatnak. Vagy a direktéit kapnak egy kuponkódot, amit odaadhatnak az ügyfeleiknek, és azt a kuponkódot beválthatják a honlapon, és a kuponkód alapján tudod azonosítani, hogy kitől érkezett a látogató, és az emberek el fogják kérni a kuponkódot, mert hogy akarják a kedvezményt. Oké. Okay. Laci, így egy már csináltam webináriót, az első baromi nagyot ment. KB. 1 milliót hozott be 56 emberből, és 50 és 90 ezer termékkel szedett, vedett prezivel. Be voltam indulva, mint a veszedelem, rányomtam a hirdetést a másodikra, szintén kb. 60 ember jött rá, átdolgoztam a prezit olyanra, hogy majdnem sírva fogadtam a gyönyörűségtől, egy, azaz egy darab vásárló van belőle, szóval valamit elvettem, de nagyon szóval jön a segítség, van ötlet, hogy mi lehetett a gond, örömmel hallok felőle. Hát az volt a gond, hogy átdolgoztad a prezit. Erről van egy nagyon érdekes történet van. Volt egy, egy könyvünk, ez 2017-ben alattunk belőle uh, több mint 3000 példányt, csak az első hónapban adtunk el ezeret, és, uh, és volt egy érdekes történet, hogy én ennek a könyvnek a honlapjára csináltam egy, egy, könyvborítót, ami ilyen tök egyszerű kis szürke alapon, fehér meg narancsága betűkkel, így ez a könyvnek a címe. És vették a könyvet, mint a cukrot. És ha úgy mondom, hogy ha már így veszik, mint a cukrot, akkor csináljunk már valami profi a, borítót hozzá, és megbíztunk egy grafikust, hogy készítse már a, a könyvnek a, a borítóját, de tényleg ilyen nagyon profi. És olyan gyönyörű szépet csinált, hogy ugyanaz volt az érzés, amit, amit te is meséltél, hogy, hogy majdnem sírva feladtam a gyönyörűségtől, és tényleg feltettük ugye a Facebookra, mindenki lájkolt, a gyönyörű szép, fú, nagyon fantasztikus. És kézzelre felraktam, a honlapra ezt az új borítót, és, és egyszer, mintha elvárták volna a vásárlásokat. Így lezuhant a vásárlás, addig naponta jött 20 vásárlás, 30 vásárlás, így lement így egy, kettő, három. Mondom, édes Jézus, mi történt? És igazából semmi más nem történt, kicseréltem a borítót, a könyvborítót. Felraktam azt a kis gagyi szürkét, és rögtön visszaállt a vásárlás, és ment tovább ott abban a tartományban. Szóval elképesztő, hogy nem feltétlenül az fog uh, győzni, úgymond, az lesz a sikeres, ami, ami gyönyörű és ragyogó, hanem az, ami, ami, ami uh, egy hullám hosszon van a közönséggel. Tehát azt mondtad, hogy csináltál egy olyat, ami, ami ilyen szedetvedett, és az működött. Akkor csináld meg azt a szedetvedettet még egyszer. Ugye van egy ilyen törvényszerűség, hogyha valami sikeres, akkor azon nem változtatunk, mert, mert nem biztos, hogy az a változtatás a sikeres irányba fogja vinni. És, uh, és ez, ezért, ezért én azt javaslom neked, hogy csináld meg azt az elsőt még egyszer. Csináld vissza olyan kis szeretvedetre, és csináld meg olyanra. És a csinálj egy felmérést, és kérdezd meg a közönségedet, hogy mi volt az, ami nekik ebben tetszett. Mi volt az, ami, ami miatt így döntöttek, hogy ők vásárolnak. Oké, okay, ha már pénzt kérünk, akkor vállalkozónak is kell lenni. Hát igen, nem árt, hogy egy vállalkozás vagy egy cég van mögötte. Oké. Okay. Mi ütötte ki őket? Itt uh, Csaba, mire gondolsz, hogy mi ütötte ki őket? A borítóra gondolsz, a könyv borítóra? Nem, nem tudom megmagyarázni. Nem tudom, egyszerűen nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Gyönyörű szép borító tényleg kifizettünk érte egy zsák lóvét. Feltettem, megállt a vásárlás. Feltettem vissza a kis gagyit, elindult a vásárlás. Van egy másik érdekes sztori ezzel kapcsolatban, ez a, a Gábornak az egyik kedvenc uh, története: hogy valahol um, egy Budán, egy olyan, olyan uh, környéken, ahol ilyen, ilyen gazdagabb, uh, gazdagok élnek, és uh, nyílt egy um, fodrász üzlet de egy ilyen átlagos, tehát nem, nem, nem igazán rezonált, ugye nem, nem, igazán olyan volt, ami annak a közönségnek megfelelő. Tehát egy, egy de átlagos fodrász um, szalon. És, um, és, viszont a promóció, a szórólap az, az gyönyörű, szé, az überprofessionális volt, szétszórták ott a környéken, hogy jöjjenek az emberek. És utána napokon keresztül azt látták, hogy jönnek, nyílik az ajtó, benéz valaki, szétnéz, bezárja az ajtót és elmegy. Benéztek és nem mentek be. Egészen egyszerűen a hirdetés az megszólította a, azt a közönséget, aki tehetősebb, de amikor oda mentek és látnak, hogy ez csak egy átlagos uh, fodrász szalon, amit, amit ők nem szeretnek, akkor azt mondják, hogy oké, okay, köszönjük, hogy akkor abból nem kérnek. Tehát össze kell hangolni a terméket, a reklámot, a közönséggel, hogy ez mind összhangban legyen, mert ha ez nincs összhangban, akkor, akkor egyszerűen valahol nem fog működni. Oké, okay. sohasem azt számít, hogy neked mi tetszik, hanem az, amire kattintanak az emberek. Így van, így van. És hiába van az, hogy valamit te um, gyönyörű, szépnek tartasz, vagy professzionálisnak tartasz, ha a közönség azt mondja, hogy hát, itt ezt köszönöm szépen, nem érdekli. Így van. Tehát ezt össze, össze kell hangolni mindenféleképpen. Oké, okay. van-e még kérdés? Uh, Oké. Okay. Oké, szuper. Jó van, köszönöm szépen. Bedobom még egyszer nektek ide a linket, hogyha jelentkezni szeretnétek a workshopra, akkor itt a honlapjemi.hu oldalon tudtok jelentkezni. Oké, azt mondja Csaba, hogy sors vagyunk, mert neki meg webináriumot kell ma tartani. <laughs> Jól van. Oké, egy fél pillanat, megmutatom a könyvet, amit a fogok sorsolni. Itt vagyok. Ez az a könyv, az online marketing mesterfogások, Russell Bransonnak a könyve, és amikor elolvastam ezt a könyvet, szóval azóta többször elolvastam, és az volt, az első, nem az első, hanem végig az volt a gondolatom, hogy ez a könyv a top, a csúcs az online marketingnek. Tehát ez egyszerűen zseniális, ez az, az ember, amit leírt. Oké. Okay. A mai webináriumot ahogy ugye tanítottam is nektek, ki fogom majd küldeni e-mailben a linket, és meg tudjátok majd nézni a felvételét. Jó, nézzük meg akkor a, a sorsolást a pillanat.